Azt nem hallasz. Szia! A miskolci ovisok most szerencsére kellő távolságból, de élőben is megfigyelhették a barna medvéket. Mit teszik? Húsit, és még? Zöldséget, gyümölcsöt! De most milyen gyümölcsöt eszik? Nézd csak, most mászik fel, nézd csak oda! Mit eszik? Almá! Dorka és Borka kellő megfontoltsággal és nagy étvágyjal érkezett. Gondozóik sok finomsággal kedveskedtek nekik, így eszükbe sem jutott visszabújni barlangjukba. Hogyha a medve kijön a barlangjából és látja az árnyékát és megijed tőle, akkor sokáig tartott el, de ha nem látja az árnyékát, akkor nagyon hamar tavasz lesz. Ez tehát a népi hiedelem. Dorka és Borka valóban nem sok időt töltött nézelődéssel. Ha a népi bölcsességre hagyatkozunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a miskolci medvék azt jósolják, hogy valóban tavaszon kijöttek, láthatóan aktívak voltak, árnyékukat se látták meg, és nem is akarnak visszamenni a barlangjukba. A melegedő idővel és a hosszabbodó nappalokkal változik a nyitvatartás is a vadasparkban. Március 15-től este 8 óráig, vagyis nyári nyitvatartás szerint látogatható majd a miskolci állatkert.